Vas Albert erdélyi származású író nem csak a nemzeti öntudatra nagy hatású verseket, regényeket írt a maga korában, hanem meséket is, amelyek vonzák a gyermekek érdeklődését ma is. Az idei Bonyhádi Vas Albert ünnepség is a szokásos meseillusztrációs gyermekrajz pályázat eredményhirdetésével kezdődött, amely az író két válogatott mesegyűjteményéből, a Tavak és az Erdők könyvéből, valamint válogatott népmesék és mundókákból kiemelt egy-egy művet, amit a tanulók elolvastak, majd rajzlapra vittek. Az alsó tagozatosoknál győztes Noi Zsanna az erdő benne a mozgó állatokon kívül egy rejtélyes, szörnyek tetsző, fekete figurát is rajzolt, bizonyára az elolvasott Vas Albert mese sugallatára is. Az egy fekete árnyék, amire azt hiszik, hogy szörny. A felső tagozatosoknál harmadik helyezést elért fiú, Attila haláláról olvasottakat próbálta rajz illusztrációjában megjeleníteni. Hiedelem szerint, hogy egy valamiféle ludvérc ölhette meg, egy gonosz szellem. Elvileg reggel találták holtan egy vérző orral. Az ünnepélyes díjkiosztó után benépesült, ami 2005. január 8-án felavatott, az ország egyébként első gróf csegei Vas Albertet ábrázoló szobra a művelődési ház előterébe. Éppen 15 éve vették a bonyhádi hazafiak a bátorságot, politikai ellenszél és tiltás ellenére elhozták, míves 7 tonnás mészkő talapzatra helyezték az addig Holtmaros település református templomában elrejtett Vas Albert portrészobrot, ami Kolozsi Sándor alkotása. A jubileumi 15. megemlékező ünnepséget tartott a Bonyhád városa a Vas Albert törzsasztal szervezésével, amelyen Kovács Gábor, a törzsasztal elnöke mondott ünnepi beszédet. A Vas Albert törzsasztal alapítója, igen aktív tagja, Szabó László látássérült népzenész, akit 18 évvel ezelőtti utazása alatti hangos könyv hallgatása során érintett meg az emigrációra kényszerült magyar író egy életre szólóan, mint mondja. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy Vas Albertet éppen a napokban az oktatási kormányzat beemelte a nemzeti alaptanterve. 2002-ben egy külföldi utunk során én akkor hallgattam meg Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című könyvének a hangos könyv változatát, odafelé menet a buszon. Hát egyszerűen nem tudtam kikapcsolni, egész éjszaka hallgattam, és miután végeztem vele, akkor azt mondtam, hogy hát ez az a könyv, amit én kötelezővé tennék minden középiskolás magyar diák számára. Hát ez most bekövetkezett. Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című kötetét beemelték a középiskolai kötelező olvasmányok sorába.